A megelőzés egyik legegyszerűbb módszere, bár a tömeg kerülése. Országosan kihirdették az influenza járványt, ilyenkor a megelőzés a legfontosabb Sós István házi orvos szerint. Megfelelő védelmet nyújthat a maszkviselése, bár ez Magyarországon még kevésbé elterjedt. Mivel a járvány már felütötte a fejét, a védőoltással elkéstek azok, akik most jelentkeznek. Heves lázzal, izomfájdalom, végtagfájdalom, fejfájás, esetlegesen köhögés, a tüszögés az kicsit kevésbé jellemző erre. Az a most több száz légúton terjedő vírus van, és az, ami egy kicsit lassabban alakul ki, az nem influenza. Ami hirtelen mint beüt, mint a torkalapácsa, az influenza. Izomlázzal, ahogy mondtam, magas lázzal. És ilyenkor tüneti kezelés, C-vitamin, D-vitamin esetleg, és nyilván próbáljuk a embertársainkat védeni, kerüljük a közösségeket. Mindig később éri el, mint mondjuk a nyugati ország részben, vagy Budapesten. Nyilván a lakosság számos alapján azért ez befolyásolja. Az influenza járvány még nem érte el Békés megyét, mondja el a felvételen a megyei tiszti főorvos. Járványról akkor beszélhetünk, ha 100 000 lakosból 150 megbetegedés fordul elő. Ez a megyében jelenleg 100-nál tart. Az elmúlt két hét tendenciái azonban azt mutatják, hogy ez a szám növekszik. Az elmúlt év 40. hete óta 52 háziorvosi szolgálattól gyűjt a tiszti orvosi hivatal adatokat az influenzára vonatkozólag. Eddig 5 esetben történt betegektől mintavétel, és ebből az elmúlt héten 4 esetben már ki tudták Békés megyében is mutatni az influenza A vírusát. Tehát azt tudom elmondani, hogy nyakunkon a járvány. Valószínűnek tartom, hogy az előző évekhez hasonlóan a 3.-4. héttől kezdődően Békés megyét is járványos mértékben éri el az influenza. Aki észleli magán a tüneteket, minél előbb forduljon házi orvosához.